kint a szélén a felmelegedő vízbe jött a kapás. Persze megint a kis horogra méne. Hát ez nem két perces fárasztás lesz sajnos, mert elég jó kis ponty arra a 16-os horogra. Várnom kell. És még az se biztos, hogy meg lesz. Pártfüle. Már benn van a Tisza közepén. Majdnem elvitte a botomat, pedig be volt kapcsolva a nyeletőfék. Itt kint a szélén. Felmelegedő napsütéses vízbe. Csak tartani tudom. Bocsánat. Hát bement a Tisza közepére. És nem is az a 6-8 kilós ponty lehet. És mégis mit csinál velem ezzel a vékony zsinórral. És még mondom, az se biztos, hogy meg lesz. Csak egyszer csak azt láttam, hogy viszi a botot. Teljes lehet az ilyen, azok ilyen vadócok. Lehet, hogy 3 kilós ponty, aztán beugrik a Tisza közepére. Aztán nem is nagyon tudom ám húzni. Ez a pufi golyó volt rajta ezen a felszerelésen. Hát majdnem el is vitte a botomat. Mondom, nem is nagy, tehát amelyik ilyen gyorsan megy, az nem nagy. Felmelegedő víz, úgy látszik, egyik kedves szakértőm mondta, hogy próbáljam a felmelegedő vízbe. A sekélybe, hát ott is jött a kapás, bentebb nem volt. És ugye a pici horogra. Nem nagy, és mégis mit csinál velem. Úgy elvitte, mint a húzat. Remélem jól akadt a kis horog. Na, ahon van a... Most ezzel mit csinálja? Mit csinál az ember? Lopott tőle 5-8 méter zsinót, aztán egyszer megindul, és már is. Na, ezzel mit csinálja? Nem tudom erőltetni. Türelemjáték. Az erősebb felszerelés nem veszi föl. Még a kis ponty se. Még meg... Jaj, megy a csónak alá. Nyád jó mindenit. Ha úgy alakul, mutatom a horgót is. Tehát nem nagy ponty. A... Na. Ó, majdnem káromkodtam. Tehát ilyen pici horog, kell tennem nagyobbat. Optimális megoldást kell keresni. Ez erről elmegy. Kicsi a horog. Na, jó van. Gratulálok.